Nagy szeretettel üdvözöllek, ez egy újabb reggeli frissítő, és a mai napon folytatjuk a tegnap elkezdett sorozatot, ami ugye a marketingről szól, mégpedig ma a vevőszerzés stratégiájával. Ugye beszéltem arról, hogyha jól akarod működtetni a marketingedet, és ki akarod maxolni a benne levő potenciált, akkor négy területre érdemes figyelned. Az érdeklődő szerzésre, hogy folyamatosan generálj leadeket, generálj érdeklődőket a saját szolgáltatásod, terméked iránt. Aztán arra, hogy ezeket folyamatosan, akik érdeklődnek irántad, folyamatosan el tud érni náluk, hogy nálad vásároljanak, költsék el a pénzüket, legalábbis először ez a vevőszerzés. Aztán utána az újravásárlásra ösztönzés arról szól, hogy ha már egyszer elköltötték, akkor jöjjenek vissza, és újra költsék el nálad, és a negyedik, hogyha elégedettek veled, akkor ajánljanak is tovább. És ez a négy pillére, úgymond a kisvállalkozói marketingnek, amiről Pongor Juhász Attila is ugye a Szívalapú Marketing Kisvállalkozóknak című könyvében beszél. És engedd meg, hogy a mai napon a vevőszerzésről beszéljek egy kicsit neked. A vevőszerzés ez egy kulcsfontosságú pillanat, úgymond az igazság pillanata, hiszen még az érdeklődő alapvetően a figyelmét és az adatait juttatja el neked, mert hogy feliratkozik, vagy téged követ és olvassa a blogbejegyzéseidet, vagy további hasznos anyagaidat, tartalmaidat, addig a vevőszerzésnél első alkalommal bízza rád a pénzét. És miért fontos a vevőszerzés? Miért fontos, amikor először elköteleződik? Alapvetően azért, mert gondolj a bizalomra úgy, mint egy ilyen cipzár szerkezetre vagy mechanizmusra, hogy ahhoz, hogy folyamatosan épüljön a bizalma a másik félnek, ahhoz neked is folyamatosan értéket kell nyújtanod. De nem teheted ezt úgy meg, hogy csak te nyújtasz értéket, hanem először nyújtasz, aztán utána ezt visszadozza, és folyamatosan egymásra, amiben licitáltok rá, vagy egymásnak segítve teremtitek meg úgymond ezt a bizalmat. És ugye az első vevővé konvertálásnál alapvetően nem a legfontosabb, nem a legértékesebb termékünket vagy szolgáltatásunkat nyújtjuk vagy ajánljuk fel, hanem egy olyan első ajánlatot teszünk, amiért örömmel egy impulzus vásárlást meg tud ejteni, vagy magyarán szólva valamilyen könyvet, valamilyen olyan belépő terméket, valamilyen kisértékű ilyen kóstolót, egy olyat juttatunk neki, amiért örömmel bízza ránk a pénzét, és aztán utána veszi majd igénybe később a további termékeinket, szolgáltatásainkat, hogyha úgy érzi, hogy kiérdemeltük a bizalmát. De ezt nem lehet úgy, hogy rögtön el akarjuk kötelezni a legértékesebb szolgáltatásunkra, hanem tényleg fokozatosság alapján haladjunk előre. És én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb marketing lecke a vevőszerzéssel kapcsolatban mindenképpen, hogy az nem ott kezdődik, hogy bejön a boltunkba és felajánlunk neki egy árut, amit meg tud vásárolni, hanem ugye ahogyan tegnap is beszéltünk róla, először is nyújtsunk neki értéket, keltsünk problématudatot benne, adjunk bizalmat neki, és építsük a bizalmat, hogy ő is ezt viszonozni tudja, és amikor ezt elköteleződik, akkor pedig adjunk egy olyan ajánlatot, amire azt tudja mondani, hogy igen, jövök, szívesen igénybe veszem. És ez pedig az úgynevezett ellenállhatatlan ajánlat, aminek a 7-8 eleméről mindenképpen fogunk majd beszélni, azonban talán ez a mai frissítő alapvetően nem erről szól, hanem sokkal inkább arról, hogy az egészet egy ilyen rendszerbe tegye, úgyhogy bízom abban, hogy segített neked, hogy egy kicsit azt látod, hogy a vevőszerzés előtt is van élet, és természetesen majd utána is, hiszen jönni fog újra és újra, vásárolni fog tőled majd az a korábbi érdeklődőd, most már vevőd, aztán törzsvásárlód, akit el tudtál kötelezni, és folyamatosan a bizalmát tudod építeni. Köszönöm szépen a ma reggeli figyelmedet, és arra biztatlak téged, hogyha még nem tetted meg, akkor gyere, iratkozz fel Attilának a holnap utáni webináriára, ami csütörtökön délután tart,
és az arról fog szólni, hogy mi az, amivel mi vállalkozók alapvetően folyamatosan kihívásaink vannak, hiszen mindenki akar több időt, mindenki akar több pénzt, meg jobb munkatársakat, de ez a webinár tényleg gyakorlati segítséget fog majd neked adni abban, hogy hogyan tudsz erre szert tenni, és erre bíztatlak, hogy azt gondolom, hogy amit a blog videóban hangoztattam, hogy akkor fogod tudni ezeket elérni, hogyha egyébként pedig a marketingedre különös figyelmet fordítasz, investálsz, és aztán megfelelő áréssel, megfelelő értékben tudod értékesíteni a saját termékeidet, szolgáltatásaidat, aminek köszönhetően a legtöbb szabadidőd lesz, a legtöbb pénzed és a legjobb munkatársaid, akiket el tudsz képzelni. Köszönöm szépen a figyelmedet, holnap innen folytatjuk. Vigyázz magadra!